Szerdán délután a Borivárban adták át a Láncosszeg főösztöndíjakat, a Deák Dénes ösztöndíjat és a Deák Dénes díjat. A Láncosszeg főösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma minden évben azoknak ítéli a hozzátartozó anyagi támogatással együtt, akik az oktatás, a tudomány, a művészet, illetve a társadalom politika terén munkálkodnak. Már hagyomány, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében adják át a Láncosszeg főösztöndíjakat, a Deák Dénes ösztöndíjat és a Deák Dénes díjat a Borivárban. Ezek a díjak a város szellemi és kulturális életének részei. Fehérvári történeteket mesélnek el ezek a díjak és ezek az ösztöndíjak évről évre. Önmagában a fehérvári történet az a hely, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy önmagában ez is szimbolikus. Fehérvári emberekhez kötődik, egy fehérvári szerelemhez kötődik. De ezek az alapítványok is emberekhez kapcsolódnak, akik fehérvári történeteket írtak, többek között azzal, hogy ilyen alapítványokat hoztak létre, felajánlásokat tettek, és ezáltal fehérvári embereket, vagy Fehérvárhoz kötődő embereket tudunk segíteni ösztöndíjjal, adott esetben pályázati lehetőséggel. Ezt a város azt gondolom, hogy szívesen támogatja, és köszönet minden pályázónak, köszönet a kuratóriumoknak, és minden olyan szakmai zsűrinek, aki gyakorlatilag eldöntötte, hogy ezek az ösztöndíjak hova fognak kerülni. Ez a Deák ösztöndíj és a Deák díj vonatkozásában is igaz, és természetesen igaz a Láncosszeg ösztöndíjak vonatkozásában is. És maga a díj, a Deák Dénesről alapított díj, az pedig önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, ami ráadásul évről évre él, és támogatásban részesít olyanokat, akik ezen a területen jelentőset alkottak, fehérvári történetként Fehérvárért. Mi számít jelentősnek, mi számít értéknek? Úgy gondolom, hogy ennek a városvonalnak van egy több mint 1000 éves történelme, ami elképzelhetetlen történeti értékek nélkül, kulturális értékek nélkül, hagyományőrzés nélkül az élet különböző területein, és természetesen megvannak azok a szakemberek, akik pedig meg tudják azt ítélni, hogy milyen téma, milyen teljesítmény jogosít föl valakit, hogy díjat, vagy adott esetben ösztöndíjat kapjon ezen alapítványoktól. És ugye idén is több mint 20, ha jól emlékszem, pontosan 20 láncos díjat és hát a Deák díjakat adják át. Mondhatjuk, hogy ez egy termékeny város? Én úgy gondolom, hogy igen. A Deák ösztöndíjnál érezzük néha úgy, hogy talán többen is pályázhatnának. A Deák díjra mindig van ötletünk, hiszen azt gondolom, hogy szerencsére sokan vesznek részt aktívan a kulturális életünkben, vagy segítik, támogatják azt. A Láncosszeg ösztöndíjak esetében mindig jelentős a pályázók aránya, és minden évben fölismerül, hogy esetleg növeljük a támogatást, ezt többször meg is tesszük, mert van mire növelni, van kiknek ezt a támogatást adni, és vannak olyan témák, amik a város szellemi élete tekintetében fontosak, hogy feldolgozásra kerüljenek. Idén a Deák Dénes díjat Igari Antal kapta. Az építészt a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma Székesfehérvár építészeti környezete tervezésében végzett kiemelkedő munkássága, valamint városszépítő és védőtevékenységért díjazta. Mint ahogy Igari Antal fogalmazott, szerencsés a munkáját illetően, hiszen ez a hobbija is. Nehéz szavakat találni. Egyrészt nem készültem ebből, de természetesen nagyon jó érzés. Én itt születtem, itt nőttem fel, gondolom egyéb más életrajzi adataim is majd ehhez fognak kötni továbbiakban is. És hát nyilván úgy érzem, hogy ha a város szeretem, és ezért én valamit kapok, mert én szeretem, hobbiként is ezzel foglalkozni, hát az csak egy ráadás. Úgyhogy ez egy óriási nagy ráadás. Ahogy a német mondja, zugabe. Tehát elmondhatjuk, hogy hobbiként végzi tulajdonképpen a mindennapokat és a munkát is? Hát legalábbis ezt, ami a várossal, az építészettel, a építészet történettel, várostörténettel, ilyesmivel, az nekem részben munka, nyilván a szakmám valamilyen módon, azon kívül egy picit próbálok talán túllépni, tehát nem feltétlenül csak mint építész, tehát tervezőként, hanem ennek történetét vel is foglalkozni. Tehát nyilván innentől kezdve ez hobbi is, tehát egy nagyon kedves színfoltja. Én itt születtem, mármint a belvárosban, laktam, most is, és hát tulajdonképpen nekem minden egyes alkalom, ha megyek reggel munkába, akkor mindig azt nézem, hogy van-e valami változás,
vagy ha nem, akkor miért nincs, vagy ha van, jaj, de jó, hogy ez megmaradt még. Tehát természetesen ez egy igen, csak megerősíteni tudom, hogy ez a fajta munka, nekem ez egy nagyon jó időtöltés. Azért megyei főépítészként felelősség is van a vállain. Hát köszönöm szépen, bár nyilván most azt kell mondanom, most egy picit el kell lépni, hogy mint a megyei főépítész, nem feltétlenül Fehérvár építészet történetével, vagy épített örökségével foglalkozom, de nyilván egy kevés ezzel is belefér, és hát nyilvánvalóan ez egy nagy élmény szintén. A Láncos Kornél Szegfű Gyula Ösztöndíj Alapítvány idén összesen 20 az oktatás, a tudomány, a művészet, illetve a társadalompolitika terén munkálkodót támogatott. Bobori Zoltán, az alapítvány elnöke szerint a bizalmat jelenti, hogy a város évről évre kiírja a pályázatot, és minden alkalommal jelentős a pályázók száma. Ez valamennyiünk számára, a pályázók számára is rendkívül fontos, és a város számára is, hiszen közös ügyünk, hogy ez a város valóban virágozzék és tele legyen élettel. Hát ez az alapja, azt hiszem, hogy az alkotó emberek ezt a várost élettel telítik meg, és szellemi energiákkal. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb szó és fogalom ebben az esetben a bizalom. Hiszen nagyon örülhetünk annak, hogy a városban alkotó és élő emberek, tudósok, művészek, bármelyik intézményben dolgozó emberek bizalommal vannak az alapítvány iránt, és ez nyilvánvalóan ezért adják be pályázatukat. Ezzel együtt a város kulturális vezetése iránt, és a fordítva is igaz, a város bizalmát jelzi az, hogy kiírja mindig ezt a pályázatot, és lehetőséget teremt valamennyi arra, vagy érdeklődő embernek, hogy ezen a pályázaton részt vegyem, és ezzel az értékkel, amit ő teremteni tud, erősítse Székesfehérvárt, szellemi életét, művész életét, egyáltalán az életünket. Mi számít értéknek? Hát nyilvánvalóan minden területen az, ami fennmaradó szellemi termék, komolyan fennmaradó szellemi termék, amivel, még egyszer mondom, erősítjük a patriotizmusunkat, a nemzeti hovatartozásunkat, erősítjük annak az ágazatnak az életét, amelyikben dolgozunk, legyen az irodalom, képzőművészet, bármi. És hát valószínűleg a legnagyobb értéke a pályázók szempontjából az, hogy önmagukban teremtenek értéket, és megteremtik azt, ami legfontosabb, ezt a belső békét. Azt hiszem, hogy ebben a városban most ez a legnagyobb érték, és ennek a városnak jelenlegi életében ez a legfőbb dolog. Mely területek, mely ágazatok képviselői azok, akiket szívesen támogatnak? Minden ágazat képviselőit és pályamunkát szívesen támogatunk, csak jó legyen. És ahhoz az értékrendhez igazodjon, amiről itt beszéltünk. A Deák Dénes Alapítvány ösztöndíját idén is Gertner Petra kapta. A művészettörténész Aba Novák Vilmos falképeinek kutatása témában pályázott és kapott ösztöndíjat az elmúlt esztendőben. Gertner Petra szeretné a témát kiterjeszteni, és a vizsgált képeket összevetni azon olaszországi alkotások stílusával, melyek hatással voltak Aba Novák festészetére. A kuratórium ezen elképzeléseit is támogatja. Egy elég sziszi-huszi munkára vállalkoztam, mert Aba Novák Vilmosnak a falképeit kutatom, és ebből így szem szerint nincsen sok, de az ország különböző pontján, és hát menet közben rájöttem, hogy igen, valószínűleg ezért sem kutatta senki, mert hogy elég problémás elmenni ezekbe a levéltárakba, adatokat gyűjteni, úgyhogy ez elég időigényes munka, és hát szépen feltérképezem ezeket a munkákat, elmegyek levéltárokba, ezek folyamatban vannak, ezek a kutató munkák, és hát nagyon érdekes dolgok kiderülnek. Egy-két érdekességet szabad elárulni? Hát igen, Jászent Andrássy templomban, amikor jártam, ott nagyon izgalmas dolgokat mesélt az a hölgy, aki megmutatta nekem a falképet, tehát nem csak, hogy
nem csak, hogy ezt lefotóztam, nem csak, hogy ezt így milyen értelemben föltérképeztem, hanem hát elmesélte, hogy miket lehet tudni a falképen szereplő helyi, tehát a falképen szereplő személyekről, mert hogy ez eddig is köztudott volt, hogy szerepelnek a Vanovák felképeink kortársai, de hogy kicsodák, és hogy miért, ez egy izgalmas dolog. Illetve találkoztam ott is a saját önarcképével, ez például meglepetés volt nekem, mert az ottani önarcképét azt még nem ismertem. Itt a fehérvári falképeken, Városházán például oda is becsempészte a saját portréját, de itt a fehérvári arcképen, arcképe a fehérvári Városházának a falfestményén olyan értelemben teljesen autentikus, hogy akkor annak a vitézavatásnak ő maga is egyik szereplője volt, mert hogy itt Fehérváron 38-ban őt is vitézé avatták, és ott a vitézavatottak között saját magát is megrökítette a művész. Ennél érdekesebb, hogy egy Szent Andrási szentélybe a hívők között megjeleníteni önmagát, ez egy egészen, hát ez egy kuriózum, ez is nagyon középkorias dolog, hogy a művész oda csempészi önmagát, és hogy ő is ilyen értelemben az áhítat, hát igen, szóval, hogy ő is az áhítatnak az egyik személye. Akkor a levéltárban érdekes leveleket találtam, amelyek fotót kér híres emberekről, tehát fotóval dolgozott, fotó alapján, hogy a ruhákat teljesen korhű módon fesse meg. Szóval, hogy én különlegesebb dolgokat találtam eddig. Ezekkel az eredményekkel találkozhatunk-e majd valahol és valamikor? Ó, hát nagyon remélem, természetesen az a lényege ennek a kutatásnak, hogy egyszer majd ezt publikálni szeretném. És folytatódik a kutatás, mert a kuratórium idén is támogatja a további ötleteket, és ezúttal az olaszországi inspiráló alkotásokról lesz szó, hogyha minden igaz. Igen, mert hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy azok a képek, amelyeket azok a falképek, amelyeket készített a Vanovák, egyértelműen középkori hatást mutatnak, de ennek Magyarországon nincsenek előképei. És a magyarországi falképeit sem kutatták a Vanováknak, nemhogy azt, hogy ő milyen előképeket használhatott kint külföldön. Ugye azt tudjuk, hogy Olaszországban töltött 14 hónapot ösztöndíjjal, Rómában, de érdekes módon nem a római művészet volt rá nagy hatása, ugye ott a barokk az nagyon erőteljes, de hát a barokkot megelőző korok is természetesen nagyon jelentősek, hanem Róma környékén, illetve sőt, még nem is csak a környékén, hanem egész a Dél-Itáliát bebarangolta, Szicíliát bebarangolta, és ezek a területek voltak rá igazából nagy hatással. És itt a középkori falképek, mozaikok, amelyek őt megérintették, és ezeket beépítette a művészetébe, és ezeket szeretném vizsgálni. Milyen úton, módon, és melyek ezek az alkotások, amiket vizsgálni fog? Szeretném ezeket a falképeket megtekinteni, ezeket a középkori templomokban látható falképeket. Azt tudjuk, hogy aki nagyon közel állt a szívéhez, az Michelangelo. Ez például a fehérvári falképén is tetten érhető, ugye nagyon jellegzetesek azok a kezek, amelyeket nagyon nem csak hogy jellegzetesek, hanem hogy kiemelt szerepben használ itt a fehérvári falképeken, hogy ezek 38-ban készültek. Itt ugye Szent Jobb történetéhez kapcsolódó ábrázolásban kimondottan nagy szerepet kap, és hát Michelangelónak a Sixtus kápolnában festett művei azok egész biztosan, hogy nagyon nagy hatással voltak rá. Ugye itt van az emblematikus jelenet, a teremtésnek a jelenete, amelyet Michelangelo a kezek egymáshoz közelítésével a teremtésnek a gesztusaként használ fel az alkotásában, és ez valószínűleg mindenki által ismert alkotás, talán ezt a legszebb példát említeném meg most.